Még egy lépés David Pressmantől, mert ugye az előbb ez nagyon tetszett nektek. Na, ahhoz ki mit szól, hogy ugye egy széderestet tartottak hagyományosan az amerikai nagykövetségen a héten, amelyre meghívást kapott Gyöngyösi Márton, a Jobbik jelenlegi elnöke. Úgy reagált, hogy örömmel fogadtam el, nincs annál meghatóbb és meghittebb élmény egy konzervatív európai számára, mint amikor egy zsidó keresztény kultúrkör, valamely vallási közösségének tagjai együtt élik meg élő kapcsolatokat Istennel, és vallják meg hitüket a közösség előtt. Snit, ugrás 2012, zsidózás, parlament, listázni, szerette volna nemzetbiztonsági okokból a zsidókat Gyöngyösi Márton, akkor még ugye egy színpadon állt emiatt Rogán Antal, Bajnai Gordon, Mesterházi Attila, rég volt. Azóta sok idő eltelt. Hova kell ezt tennünk? Én nekem nincs vele olyan nagy bajom, tehát most az, hogy miért valaki nem változhat meg, vagy nem kerülhet a jó oldalra, úgymond. Nem, hát föltették az ünnepején a kérdést, miben különbözik ezen a minden más nap, tehát, hogy itt ül közöttünk Gyöngyösi Márton kipában. Szóval neki kellett volna a maceszt keresnie, szóval ez is igaz, de szerintem nem találta volna nem, meg. Szóval a helyzet azért bizarr, mert neked tök igazad van. Mindenki, család is, aki... Mondom, de figyelj, mindenki megváltozhat, itt nem erről beszélünk, hanem ezek nem arról szólnak, hogy emberek ülnek egy asztalnál, és széderestét tartanak a Pékszak tradíciója szerint. Ezek mutogassák magukat. Mi közöm hozzá, hogy ki ülött? Az egy családi ünnep volt egykoron, félreértés ne essék, vagy összejött egy zsidó közösség, akiknek közük volt egymáshoz. Na most ez egyébként a maga módján még kapcsolódik a magyar miniszterelnök amerikai ex-elnökkel való Twitter váltásával is. Küldj neki egy levelet, haver, mondd azt, hogy veled vagyok. De az, hogy ilyen Twitter nyilvánossággá, Twitter bulvárrá tenni a politikát, a másik oldal meg azt látjuk, hogy valamit, amiben van egyfajta meghittség, igen, ez az együtt a család, a gyerek, a nem tudom, pontosan, mi, az emlékezés. Erről szól. Most akkor ebből egy show műsort csinálunk, és föltöljük a világhálóra, hogy akkor a Pressman mellett ott ül Gyöngyösi Márton. Hát meg... ugye ennek a sztárja az előválasztás során Jakab Péter volt, aki hihetetlen csúcsokat döntött, aztán úgy elvérzett, amikor igen, érdemben kellett szavazatokat szerezni. De lehet, hogy Gyöngyösiről is kiderül, hogy valami köze van a zsidósághoz, mint ahogy több vezető jobbikosról is kiderült, és aztán utána szaggatták a ruhájukat. De ne haragudj, közöm hozzá. Én úgy gondoltam, hogy egy többé-kevésbé szekularizált országban élek, ahol a felekezeti hovatartozásunk az magán nem tartozik a nyilvános izék elé. Nyilván ő a tiszteletét fejezte ki, és egyben ez az átmenet, ami ugye régóta zajlik, és a Jobbik néppártosodásának hívjuk, ennek egy feltűnő állomása. Hadd reagáljak erre, tehát mindaddig, tehát én is elfogadom azt, amit mondasz, hogy igenis az ember változhat. Egy dolgot hiányolok, a múlttal való szembenézés. Tehát semmi bajom nem lenne azzal, hogyha ők, és akkor megint csak hátralépek, tehát lehet, hogy komolyan gondolják, egy dolgot hiányolok, hogy akkor kérjenek bocsánatot. Azért, amit 2012-ben, 13-ban, amikor a Dunaparton, ugye az is jobbikos kép. Félre sikerült mondat volt, rosszul sikerült. Igen, meg a magyar gárda az túl is sok volt ilyen, bocsánat. Itt azért gyakran jönnek össze félre sikerült mondatok. Ezért mondom azt, hogy rendben van ez, és azt is elfogadom, hogy adott esetben ő ezt komolyan gondolja. Oké, csak akkor a pártjuk mondja azt, hogy kedves mindenki, volt egy ilyen időszakunk, ehhez képest ezt másként gondoljuk. És akkor elhiszem. De az, amikor van egy... Én akkor se, ne haragudj. Jó. Egy szavukat. Jó. De van egy ünnepség, vagy van egy rendezvény, amiben ő adott esetben én hihetem azt, hogy azért teszi mindezt, mert tudja, hogy ebben a helyzetben ezt kell. De egyébként ez nem belülről jön. És az, amire leginkább itthon szüksége van az embereknek a társadalomban, hogy olyan emberek kommunikáljanak a politikában, akikről elhiszed, hogy belülről jön az a hang. És az, amit mondanak, azt tényleg úgy is gondolják, és úgy is hiszik. Amikor bennem felmerül ez egyszerű nézőként, olvasóként, bármiként, akkor egyszerűen ez egy dolgot jelent, hogy nem hiszem el. És amikor nem hisszük el, akkor ez automatikusan, amit te mondtál Jakab Péter kapcsán, a szavazatokban nem voltam sose Jobbik szavazat. De figyelj, én Gyöngyösinek szeretném elhinni egyébként. Ezt most még itt az asztal körül folytatjuk, csak önök már nem fogják látni, mert hogy lejárt az időnk, de nagyon köszönöm a vitákat, meg azt, hogy érezni lehetett, hogy figyeltetek egymásra.
Ez azért, szóval, hogy ez nagy dolog manapság szerintem. Önöknek is a figyelmet köszönjük, és jövünk jövő héten is, maradjanak addig is az ATV-n. Jó pihenést, kellemes ünnepeket, szép estét!